El vagyok tévedve, és senki nem, nem tud igazítást adni, tessék a keletitől, jöttem. Igen, hogy mondták, hogy a centrumba jöjjön. Na most milyen centrumba? Hát ez centrum végeredménybe, de... De most látom, hogy MDK centrum. Most melyik centrumba szeretném mondani? Nekem csak úgy általánosban mondták, hova tetszik javasolni. Hát ez a centrum, ez a központ végeredménybe. Hát most, hogyha elindul a Bajcsi-Zsirinszki úton, rengeteg áruházat a centrum, hogy mit szeretne az úr. Mert ez mind centrum itt. Egy kimondott centrum áruház, a Korvin is, a Rákóczi úton, a Divatcsarnok, meg ezek itt sorba. Ez mind centrum áruház, ha áruházba akar És menni. Melyiket tetszik? Áruházat tetszik javasolni, mert nincs konkrét célom. Hát nem tudom, hogy mit szeretne vásárolni. Hát nem biztos, hogy vásárolni szeretnék. Csak azt mondták a keletibe, mert ott is el voltam tévedve, hogy jöjjek be a belvárosba, a centrumba, és majd itt aztán majd útba igazítanak. Hát itt a Bajcsi-Zsirinszkiton is, meg a Andrássy út, ami volt meg itt. Tehát itt bármere indul az úr, itt mindenhol centrum van. És hol talál... Erre tetszik indulni, a Váci utcába megy. El vagyok teljesen tévedve, nem baj. El vagyok teljesen tévedve. És pedig? A keletiből jöttem, mondták, hogy jöjjek ide, itt is el vagyok tévedve. És hova pedig... lehet menni, ahol nem vagyok el tévedve? Talán haza. Hát már valaki mondjon már valami támpont, hát tessék már megmondani, hát a keletinél indultam, itt nem igazi útba, itt is el vagyok tévedve, ez nem tudom, hogy hova akarok, mert el vagyok, ilyen állapotja nem volt senkinek, hát senki nem érti ezt meg. Hova akar, valami igazolvány van, ahova el akarjunk, mert akkor megmondanánk, tessék hogy valamit mondani, hogy hova, és én szót fogadok, és elindulok, de ha senki nem mond semmit. Munkába megy, arany is munkába. El vagyok téve, munkába is mehetek. Dolgozzék, de nem konkrétan az, én bárhova megyek, csak mondjanak már valamit. Ez a legjobb aranyos, ha bemegy egy presszóba, megiszik egy kávét, mert az én édesanyám is szokott így lenni, de az 79 éves. Hogy nem tudja megmondani, de az orvos azt mondta neki, hogy a legközelebbi presszóba menjen be, üljön be, és igyon egy kávét. Mert nagyon alacsony a vérnyomása, és akkor akkorára helyre jön, és eszébe jut, hogy hová akar menni. De én nem, hát én szellemileg teljesen friss vagyok, nekem hát semmi... Hát az anyám is friss, de hát... Hát hogyha az ember eltéved, az ember eltéved, is ugyanígy van, hogy eltéved. Ez nem érelmeszesedés, én nekem nincsen semmi konkrét bajom, én csak azt a kicsit érzem, hogy, hogy el vagyok tévedve. Hát jöjjön velünk a keletig, és addigra egy. Jó, köszönöm.